Szeretettel köszöntök mindenkit. Egyrészt szeretnék gratulálni és köszönetet mondani az Infotérnek, hogy létrejöhetett az Infoparlament ilyen körülmények között is. Másrészt nagyon remélem, hogy ez az utolsó ilyen alkalom, hogy Infoparlamentet gyakorlatilag online kell lebonyolítanunk. Azért érezzük a különbséget, én azt gondolom, tehát mindig a digitalizáció mellett beszélünk és kell is beszélnünk. Sokszor jó az, hogyha egy ilyen rendezvény élőben zajlik, és ezzel egyben azt is jelezném, hogy nem szeretne senki következő hullámot. Örömteli ez a mai alkalom, mert nagyon sokszor beszéltünk stratégiákról, kormányzati intézkedésekről, de azért, hogyha ténylegesen megnéztük a számokat, hogy hogyan állunk, akkor bármennyire is úgy láttuk, hogy nagyon komoly szervezett kormányzati munka folyik, akár az innovációs tárca, akár korábbi tárcák tevékenységét néztük, a digitális jólét programot, azért vártuk, hogy annak nyoma legyen ezen a bizonyos DESI indexen, tehát gyakorlatilag folyamatosan ennek az elemzése körül forgott a tevékenységünk egy része, és most tényleg, ahogy az előző előadásokban is elhangzott, azt látjuk, hogy jó úton vagyunk, a munkának tényleg van eredménye, tehát a befektetésnek, amit megteszünk, szemmel látható, mérhető, számokban is látható eredménye van, és ez egészen biztosan az egész szektor számára, a kormányzat számára nagyon komoly előnyt fog jelenteni majd a források megszerzésében, mert talán arról kevesebbet beszélünk, vagy kicsit szemérmesebbek vagyunk, de a következő időszak arról fog szólni, hogy forrás szerezzünk a területnek. 21-27-es tervezés folyik, MFF kereteket kezdjük látni, új eszközök jelennek meg, helyreállítási alap és egyéb bűvszavakat látunk, és az, hogy mennyire tudjuk pozícionálni a területet, az biztosan attól is függ, hogy látszik, hogy az eddigi munkánknak igenis van mérhető eredménye. Amit eddig elértünk, azt természetesen folytatni kell, új célokat kell kitűzni. Azt gondolom, hogy ez minden területen így van, a digitalizációban pedig különösen, hiszen itt pillanatok alatt vesznek el pozíciók. Tehát az, hogy most a mutatókban jót produkálunk, az tényleg csak arra szabad, hogy sarkaljon minket, hogy még keményebben dolgozzunk, de hogy megnyugodjunk arra semmiképpen sem. Igaz ez a hálózati vagy összekapcsoltság indikátorra is, ami óriásit ugrott előre, de nem szabad ebből azt a következtetést levonni, hogy hát akkor ezzel kevésbé kell foglalkozni, most kell igazán belehúzni, hiszen tudjuk, hogy gigabites céljaink vannak, tudjuk, hogy 5G céljaink vannak, mindegyik mentén tovább kell haladni, és jóval nagyobb erőfeszítéseket kell tenni, mint eddig. A Nemzeti Infokommunikációs Stratégia lejár, és szükségünk van egy új keretstratégiára. Ezt nemzeti digitalizációs stratégiának hívjuk, természetesen keretstratégia jelleggel készül el, ennek az a lényege, hogy az elkészült részstratégiák, az előkészület alatt álló különböző stratégiák, mint a DP 2030, az természetesen valid és érvényes stratégiák. Ennek a keretnek az a lényege, hogy valamilyen szinten összefogja, szintetizálja a kormányzati elképzeléseket, és nagyon fontos, hogy egy ilyen jellegű dokumentumra szükségünk van a kormányzati, a következő programozási ciklus tervezéséhez. Tehát még egyszer hangsúlyoznunk kell, hogy ez a dokumentum elkészül, akkor a brüsszeli forrásokért és a hazai forrásokért, azért azt sem szabad elfelejtenünk, sikerrel, eséllyel tudunk pályázni, tehát a sok helyen megjelenő stratégiai elképzeléseket egységbe tudjuk szerkeszteni. Mi a jövőképünk? A jövőképünk az, hogy a digitális átalakulás szükségszerűségét felismerte Magyarország, és a versenyképességi modernizációs céljainak a szolgálatába kell, hogy ezt állítsa, és természetesen a szuverenitási kérdésekről sem szabad itt megfeledkeznünk, ez is többször elhangzott ma. Alapvetően nem csak versenyképességi kérdésről beszélünk, hanem arról, hogy mi lesz Európával, és Európán belül is mi lesz Magyarországgal. Mennyire tudja ebben a
az óriási mondjuk Egyesült Államok beli fölényt mutató a nagy platformok által uralt térben valamilyen szinten megőrizni önállóságát, az adatait mennyire tudja megvédeni, mennyire tud az adatvagyonával a nemzeti érdekek mentén gazdálkodni. Mik a fő célok, hogy miben tudjuk a legfelső szintű célt meghatározni? Az a célunk, hogy az évtized közepére haladjuk meg az Európai Uniós átlagot, 2030-ra pedig a 10 élen járó uniós gazdaság közé kerüljünk. Én azt gondolom, hogy majd látni fogják, hogy más tekintetben is elég ambiciózus céljaink vannak. Ennél kisebb téteket nem érdemes megtenni. Intézkedéseket javasolunk a stratégiában, jól tervezett és egymással összehangolt intézkedéseket. A korábbi NISZ szerinti pillér struktúrát követjük, természetesen léteznek más felosztások, lehetnének más felosztások, úgy gondoljuk, hogy azokra a célokra, amire most nekünk szükségünk van, és alapvetően tényleg tervezési szemmel gondolunk erre a stratégiára, ez a pillér struktúra kielégíti. Az NDS jelentősége, ez tulajdonképpen egyben a vízió vagy indokoltsága egyben a stratégiának, az, hogy a nemzetgazdaság, a vállalkozások és az állam versenyképességének, az állami szuverenitásnak az alapja a digitalizáció, az, hogy kialakuljanak új, megjelenjenek új szolgáltatások, legyen egy megfelelő infrastruktúránk, ezelőtt ne legyenek szabályozási akadályok, és ahol szükséges, ott támogatást adjunk. Tehát a digitalizáció mindenkinek az ügye, nem szabad, hogy bármilyen szinten leszakadó rétegekkel találkozzunk. A digitalizáció óriási esély arra, hogy versenyképességben egy kedvező pozícióba kerüljünk, megelőzzünk villámgyorsan más tagállamokat, egy kedvező üzleti környezetet teremtsünk Magyarország számára. Egyáltalán versenyképesek legyünk exportban, ha itt az IKT exportra gondolunk, hogy egyébként a jövő világára, vagy a jelen világára felkészítsük az országot. Egyben versenyképességi kérdés úgy is felmerül, hogy mennyire tudunk elhúzni és élre kerülni bizonyos dolgokban, és mennyire tudjuk kivédeni, hogy mások, akik a digitalizáció eszközeivel tudnak élni hatékonyan, minket ne legyenek képesek legyőzni. Ugye a koronavírus járvány is többen utaltak az előadásban, valóban amellett, hogy nyilván egy ilyen járványhelyzet az mindenkinek tragédia, azt gondolom, hogy mi, akik itt vagyunk és hallgatjuk ezeket az előadásokat, mindannyian érezhettünk egy furcsa örömöt afölött, hogy itt bizony nagyon komoly tömegek bele voltak kényszerítve abba, hogy azokat a gátakat, amiket kognitív gátnak nevezünk, meg mindenféleképpen tudatosítás hiánya és hasonló jelzőkkel szoktunk illetni, ezt nagyon egyszerűen letörjük. Hát nem kívánom azt, hogy a bevezetőmben említettem, hogy több ilyen helyzet legyen, semmiképpen sem, de az biztos, hogy óriásit fogunk belőle profitálni. Egészen biztosan más lesz akár a tanárok felkészítése, akár egyébként a diákok felkészítése erre a helyzetre. A távmunkát végző, hogy home office-ban dolgozó munkavállalókat nem is említve, sőt, akár azt gondolom, hogy az idősek konferenciafejlesztése esetében is nagyon fontos előrelépésről tudunk majd beszámolni. Kíváncsiak leszünk azokra a felmérésekre, amelyek ezt az időszakot egy kicsit alaposabban elemzik. Nem részletezném itt a digitalizáció nemzetgazdasági súlyát, ezt többször megtettük már, ugye az IVS-nek van erre egy részletes és többször frissített kutatása, itt a 20%-os GVA hozzáadott érték, illetve a 17%-os foglalkoztatotti arány azt mutatja, hogy ezzel a területtel kiemelten kell foglalkozni. Megengedik, akkor kicsit kezdenék rátérni a lényegre, és amiről már beszéltünk, vagy mások beszéltek, kevésbé taglalnám. Itt táblázatos szinten is jól látszik ez a bizonyos DESI mutatóban történt előrelépés. 5 pillérből 4 esetében tudtunk javítani.
egy helyet léptünk előre összességében, és az összekapcsoltság területén ez a brutális ugrás, ez mindenképpen kiemelést érdemel. És még fontos elmondani, hogy a SZIP-nek az eredményei ebben csak részben látszhatnak. Tehát nekünk vannak ennél frissebb számaink, ami az NGA lefedettségre vonatkozik, ami az itt majd publikálandó számoknál sokkal jobb adatokat mutat. Tehát remélhetőleg már a következő jelentésben egy még jobb szintet tudunk bemutatni. Specifikus célok. Kikre lövünk? Államvállalkozások és az állampolgár is célzottja, kedvezményezettje a digitalizációnak, és mindehhez legfontosabb, hogy legyen egy megfelelő szolgáltatási képességű infrastruktúra, amiben már jól állunk. Következő szint a digitális kompetencia, amiben már sikerült nagyon kicsit javítani, de azért látjuk, hogy óriási hiányosságok vannak. Tehát, hogyha a lakossági kompetenciát nézzük, akkor annak a legelemibb szintje is óriási hiányokat szenved. Tehát, hogyha a DIPCOM-ról gondolkodunk arról, hogy használható tudással hányan kell, a lakosság mekkora részének kellene rendelkeznie, akkor óriási a lemaradás, és a következő időszakban kiemelt fontosságú lesz ez a témakör. A vállalkozások digitális felkészültsége minden évben, ez egy hangsúlyozott témakör volt, óriási programok indulnak, ami most a GINOP 1-esben van egy rendkívül nagy sikerű pályázati felhívás, és a számokban nem látjuk ezeknek a hatását. Tehát az itt lévők együtt gondolkodását is szükségesnek tartjuk abban, hogy vajon a vállalkozások elérése milyen módszerrel lehetséges úgy, pályázatokkal, kiemelt projektekkel, hogy a szemmel láthatóan elmozdítson minket ebből a brutális gyakorlatilag utolsó helyből, ami a vállalati digitális integrációnak a kérdése. Tehát a KKV-k, különösen a mikrovállalkozások lemaradása ezen a területen óriási. Ügyfélbarát digitális közszolgáltatások körének bővítése, és tulajdonképpen nem csak, hogy bővüljön ez a kör, hanem használják minél többen, ez is egy elsődleges, specifikus célkitűzés. Ez a minél többen használják, nagyon sok szolgáltatás elérhető. Tehát ugye, egészen meglepő, hogy én is akadok rá újakra, amiről nem tudtam. Aztán, amikor megtudom, akkor elkezdem használni. Tehát biztos, a kormányzatnak is van ezzel kapcsolatban nagyon komoly feladata. De én azt gondolom, hogy maga a lakossági attitűd, lakossági hozzáállás és tudatosítás területén is óriási tennivalóink vannak. És akkor most néhány célkitűzés hadd emeljek ki. Nagyon fontos, hogy ez a stratégia, ez tulajdonképpen ennek bármiféle bemutatását, ezt most hallják először az itt ülők, hiszen ez egy előkészítő anyag, kormányzati előkészítés zajlik, ezért nagyon sok részletéről nem is tudunk beszélni, viszont engedjék meg, hogy pillérenként egy-egy célt kiemeljek ebből a stratégiából. Az infrastruktúra területén cél, hogy gigabites kapcsolatra képes hálózattal lefedett háztartások aránya 2030-ra érje a 95%-ot. Hát látszik, hogy optikai fejlesztések, gigabites fejlesztések mindenképpen ez a jövő. Digitális készséggel nem rendelkezők aránya 2% alá csökkenjen 2030-ra. Ki kell hangsúlyozni, hogy itt pusztán még csak azokról beszélünk, akik egyáltalán nem interneteztek. Ezeknek az arányát, ezt brutálisan le kell csökkenteni. Kifejezetten óvatoskodtunk ezekkel a számokkal. Én azt mondom, hogy itt a hagyományos írás tudatlansághoz hasonlóan kell ezt a kérdést kezelni. Ezért butaság lenne ilyen 16%-ról, nem tudom, 13%-ra történő csökkentésben beszélni. Itt ugyanúgy egy jelentős áttörést kell elérni, mint ahogy a KKV digitalizációnál. Én egyébként ezt az esetkört, ezt egyszerűbbnek gondolnám. Meg kell találnunk azokat az eszközöket, akár a DP hálózat igénybevételével, akár ezt kiegészítő más programokkal, amivel tömegesen tudjuk a lakosságot arra rávenni, hogy legalább próbálja ki, hogy az internet mire képes, és ezzel ezt a mutatót drasztikusan tudjuk csökkenteni. KKV digitalizáció területén
30%-ot haladja meg az ERP-vel rendelkező vállalkozások aránya. Ugye említettem, hogy ebben a mutatóban vagyunk a leggyengébbek. És az e-kormányzati szolgáltatások felhasználói aránya érje el a 90%-ot 2035. A lakosság használja az e-kormányzati szolgáltatásokat. És akkor utolsó dia, mert egyébként is az időm végéhez közeledik, milyen intézkedési irányokat tudunk már most megnevezni, tehát nem konkrét projekteket láthatnak, hanem intézkedési irányokat tudunk definiálni. Gigabit képes hálózatokat fejlesztjük, tovább halad az oktatási intézmények hálózatfejlesztése, értjük ez alatt a közoktatást, a felsőoktatást is, természetesen a közigazgatást kiszolgáló nemzeti távközlési gerinchálózat fejlesztése is kiemelt intézkedési irány, hivatásos szervezetek készenléti kommunikációjának lesz egy óriási fejlesztése következő időszakban. Szuperszámítógép kapacitást növelünk, ami a mesterséges intelligencia területnek egyik kiemelt infrastruktúrális feltétele. Első körben 5 petaflopsos fejlesztéssel Debrecenben, majd egy még nagyobb bővítéssel lesz folytatjuk, és ösztönözzük az 5G hálózatok fejlesztését. Tömeges lakossági digitális kompetencia fejlesztő programokat indítunk. Az informatikusok és mérnökök számának jelentős növelését célozzuk, és az oktatási rendszer digitális átalakítása felgyorsul a következő időszakban. A KKV digitális ellátottságának és használatának szintjét növeljük. Digitális startup vállalkozásokat fejlesztünk, célzottan fejlesztjük az IKT iparágat, az állami adatvagyon további felhasználására nem úgy fogalmaznék, hogy még nagyobb hangsúlyt fektetünk, hanem elkezdjük megvalósítani, mert hogy ez eddig gyakorlatilag semmilyen formában nem létezett. Digitális állam pillér területén legyenek működő, elérhető, felhasználóbarát szolgáltatások, legyen adatalapú a közigazgatás, legyenek a nyilvántartások összekapcsoltak, jelenjen meg az okosvárosi szolgáltatás szélesebb körben és különösen átgondolt formában. Az informatikai biztonság az egy folyamatos feladat, és itt ugye a belügyminisztérium területe erre jelentős fókusz kell, hogy essen folyamatosan, és nagyon fontos, tehát itt a DM nem szerepel, ez egy kompetencia kérdés és attitűd kérdés, használják minél többen az elektronikus közszolgáltatásokat. Lejárt az időm, én ennyit szerettem volna elmondani, és még egyszer köszönöm, hogy létrejöhetett ilyen módon ez a rendezvény.